meg szólom. Pico. Baget egy-egy rolling. Ok, egy-egy rolling. Teli baget egy-kettő. Milyen jobb érzése megint van. Full muníció. Ali. Cső. Jó, érkeznek a CB-juk. Oké, három célkin. A KC-135-ost azt nem lehet behívni a reptérről, mert látom van egy, a, ahonnan feljöttünk. De az csak statikus. Jó kérdés. A hármas fél. Mert ott lát, hogy ketten is ott sürgölődtök fölötte. Hányos waypointnál vagyunk egyébként? Kettes támadjuk éppen. Nem tudom, hogy Krasnodar használhatója már, és ott töltenek-e? Nem, azt nem igen. Csak... Ja, igen, igen. Mert jó, nem szóltam. Most voltam ott, és töltöttem. Jaj, de szép sok bombád van. Mind neked. Imádom az autópilotáját ennek. Azon kaptam, hogy nem vezetem a gépet, csak a támadással egyébként autópilotázom. Találtam egy egyemberes csapatot, broadcastolom. De arra nem akarok elverni egy egész CBU-t. Fölösleges is, mert nem jó a CBU 97 ugye a élőerő ellen. Kivéve a tank mellette. Igen, tehát jó, életben valószínűleg akkor sem, ha már 3 méterre állsz, ugye. Ha csak a reaktív páncélzatban nem néz bele. Viszont az a baj ugye, hogy az iglás lesz, és az meg nem jó közel. Testel. Tehát én belül az reaktív páncélzatban testet ráfekszik, ugye? Igen, körülbelül. Tehát a tank tetején ülsz, akkor is gáz, hogy megérkezik egy fémlencse lefelé háromszoros hangsebességgel. Ezt megszólom, Gunnál Balú. Itt vagy a közelben? Látod, hogyha indítanak valahonnan? Igen, várjál, csak most éppen a hátam mögött van a cucc. Úgyhogy fordulok. És árgus szemekkel figyelem az indítást, amennyire a felhőktől látom, tehát így... Kurva óvatosan, más szóval. Krasznodári reptér fölött vagyok. Meghalt. Ó, oh, már látom a füstöket. Szép. Adtok C-trepet? Van valamire lőni? Vigyázzatok, mennek felsorozatok, üzék.
Jó, célpont jelölve. Erre még dobom az utolsó CB-t, aztán leszállok. Én kaptam egy találatot. Rakétától vagy? Már rég nem azt néztem, már rég a TAD-ot figyeltem. Öltem robban, de megyek vissza, leszállok. Oké, én megdobom ezt a kettőt, és jövök én is. Tíz mérföldön belül vagyok mindjárt, Piku. Tali BTR, és itt a... Azokra dobok egy másodpercen belül. Már hogyha látod az SPI-omat. Jó, már számol vissza. Jó, Bagat egy-egy formációt bont, elrepülök a cél fölött, körülnézek. Ugye az mert CBU fog érkezni. 15 ezeren vagyok egyelőre, úgyhogy annyira nem gond. Okay. Piko. Akkor megyek csak egy karikát, nézem, hogy mi a helyzet. Nem szállok el a város fölött. Éjszaknak válok ki. Mi a célpontodnak a koordinátája, az utolsó öt? Pillanat, és mondom. Mindig ott adok, hogy hogy teszem át ezt a szart, hogy MGR-est mondjon a... Control. TGP is. Control. És az LL. És utána a OSD-7 LL. Megvan. 693-74-re dobtam. És jó, meg is semmisültek, úgyhogy... Van még ismert célpont, hogy kikérjük a piros füstöt? Van még ismert célpont, és pillanat. Megvárom, hogy megállnak. Jó, tehát akkor 3-as célpont Rasznodára leszállhatok, ott fegyvereznek, és saját már a reptér, ugye? Pozitív. 4-es imbán most volt ugye okay, a final, akkor 227-es pályára. Oké, okay, még messze vagyok. Ezt és akkor én... Lesz neked is. Fence out. Teli a nagy réten, a város északi oldalán, arra mindjárt fordulok rá. Ennyi, nem is kell ide semmi TGP, szabad szemmel. Még commit. Boget egy-egy inbound város északi oldalán lévő nagy rét. Jó, itt Krasznodár környékén mennyire kell menpedekre számítani?
Semmi. Hát való, én bejöttem félig szétesve, és ideértem. Oké, okay, és akkor ez a egy kifutó pályás Krasznodár, ugye? Ha, igen. Ja. Azért egy kicsit ilyen szarajó landing lesz, de... Piko. Woohoo! Látom. Sok cél van ott? Még kettő. Missile launch! Jó, dodzsoltad. Az hogy a francban, hogy most egyáltalán semmit nem jelez a mavz, ami messziről jön, vagy lentről jön. Ha még... sem, Mirage-nak se jelzett. Mavz még semmit nem jelzett be. Pedig él a missile warningnak a lámpája nálam, úgyhogy működnie kéne. Ó, Balú, figyelj, kibasztam veled. Defektes volt az egyik kerék, amit a rakétától kaptam, az kicsit hívgasztotta, és nem tudtam. Látlak. A beton közepén. Látlak. El tudsz gurulni onnan egy kicsit arrébb, vagy bármi? Várok. Én heavy tankra is találtam, izével, belugával, az nem halt meg. Nem, sajnos. Bocsi. Heavy tank meg. Kurvára nem. Nincsen gáz. Tele tracer. Mi a terv akkor ott, Kevin? Hát lehet átülök egy másik AT-be itt. Az gyorsabb lesz, meg akkor a roncs is eltűnik gyorsan. Döntsd el! Bogett egy inbound. Akkor javítsél még addig, akkor körözök. Átültem egy másikba. Akkor külön dánke. Hát a hideg van, át kell ülni egy másik kocsiba. Igen, és sárga hóból ne egyél. Rajta. Oké, való meg inbound. Hat, kilenc, ötötöt. Akkor én a 74-64-re. Kész, az a beluga, ez heavy tankok ellen nem az igazi. Három heavy tank kapott hitet tőlem belugából, egyik se robbant fel. Hát mi a hagyományos kazettás bomba, nem csoda. Gage. Hit. Pico. Na, az enyém most kigyulladt. Tracer. Rifle. Egy krasznodári pálya szabad. Van valahol egy... Bogett, egy inbound. Megint az út mellé akarom ledobni. Ott van egy... mi az Isten? Emplacement. Nem látom, jól bassza meg, hol van. Én is csak tracert láttam, és az se jó. Jó, break, nem látok célt. Abba biztosan berepülsz is, akkor látom, honnan lőnek. Hát berepültem, csak nem dobtam semmit. Az út másik oldalán volt, nem ahol a két füst, az a lényeg. Igen. Most fog akkor jönni a nagy dolog, a 4-es waypont. Aha. Hát az előtt én tudtam. Nekem az előtt föl kell rakni GBU-kat. Még van egy dolgom. A...
észak-észak-keleti út másik oldalán van valahol egy emplacement, azt próbálják már meg az átízesek kiszúrni. Most elit részel, most lő. Pull up. Jó, megvan. Altitude. Hát egy lópassz. Mint ha füstölne, nem? Vége van. Szép, a másik trésszel. Még. Másik trésszelre dobom a mező közepén. Jó, oké. Átom, megyek rá. Lassú vagy te ahhoz, odaérek. Csak a benzint akkor igazodta ki. Mikor? Már én is eldobtam. Na, melyik érod előbb? A tiéd. Szép. Kérjünk között. Red smoke-ot. Én még egy valamit látok szerintem. Még egy paszt várjál. Oké, rendben. A téren amúgy, a nagy mezőn. Ott, ahol az előző van? Igen, ahol három füst van most már. Északi nagy. Sziasztok, srácok, léptem. Csöcsö. További jó repülés. Sziasztok. Közi. Szia. Három füsthöz képest merre, hol? A víz fele. Töltök, dobok egy sárgát. Látom. Jó, hogy már megyek rá. Hirtelen beúszott a képbe a szétlőtt szárnyom. Pico, Winchester. És akkor kérdezik, hogy miért jó az átívat. Szép hit! Szép volt. Magette egy-egy RTV? És még? Ezzel... Kattel, te vagy itt még? Igen, én meg itt lép. Jó, figyelj, kérek füstet, jó? Mindjárt meglátod. Ugyanott látod? Piros füst, ugyanott az előtt piros füst látod? Nem. Mert túloldat is van egy. Én itt vagyok a nagy tér közepén. A két reptérből melyik igen, van itt? Igen, megvan a két piros füst. Ennyi az, amelyik közel van. Segítsetek meg. Két reptérből melyik a valid itt a tónál? Már is mondom neked. Tóhoz közelebbi vagy a távolabbi kb. Úgy kérdezem. Balra fordulj. A város, ami a városhoz közelebb van. Nem a két pályás, hanem az egy betonos. Rendben. Kösz. A két piros füst. Igen, két piros füst, az célpont. Enyém az, ahol sok-sok ilyen zében, a nagy mezőnél. Final Krasnodar, Baguette 1-1. Jó, nekem ki kell mennem távolabb a GPU miatt. Lőnek rám, okay. Mi ez? Jó, szétlőnek.
Találtam a tracer-et. De Kastner a centerre szállj le, bazd meg, ne pacsaszkira. Ezért kérdeztem. Ja. De rossz helyre szálltál. Igen. Mondtam, hogy nem a két betonos, hanem az egy betonos, a város. Ez egy betonos volt. Ez két betonos az a reptér, ahol vagy. Jó van. Touch and go. Ja, értem már, jó. Tehát egy különbség két beton és egy beton között, vagy most mi? Hát ez szerint bejövetel a Kastner Central felé. De mi? Az Elinél. Egy A10-est látom, a feje fölött fogok landolni. Elférsz? Ja. Mutam rá a pályára. Hú, bazd meg. Jó, 26-as pályára. Akartam, hogy ez szép. Yes. Hát ez... Dani, feljössz valam? Tessék? Bocsi, beleszóltam, mondjad csak. Én szállok le 26-os runway-re most már jóra, és szerelem a gépet, úgyhogy én most sokáig nem leszek. Jó, jól sejtem, akkor a két piros füst akkor ki van lőve. Korrekt. A gépem azért szépen húz az egyik irányba. Gyerekek, hogyha a DSMS-en azt írja, hogy a CB-105-esökre, hogy ALNUNS, az olyan mit jelent? Szóval nincs elájnalva a GPS-ed. És hogyha van, akkor... Akkor reload. Ment a station-eket. Uh-huh. Emergency landing, senki ne jöjjön ki, létsz a runway-re. Arrébb megyek kicsit, ne fejed legyen. Jó sejtem, most megyünk át a 3-as waypointra. Nem sejted, jó? 4-esre. Na, pláne. Igen, és nem sejted, jó? Fú, Dani, ott van baj. Mi nyilván van baj, hát rommá lőttek. De egyelőre nem ennyi sehova. Jó. Mert itt kell még kezd. Bogett egy-egy, tesd el. Az a szép volt. Raktad. Nem, persze. Király. Minden leszáll egyszer, te is tudod. Talán még nem volt egy fennmaradt volna. Na, de legalább most már van egy esemény, amire rakhatok föl videót. Én leszállok és így lőnek, mint a szar. Visszatol, fölszáll, az kényszer leszáll. Na, így. Nekem azt tetszik, hogy háromszor kérdeztem meg, és háromszor mondtam mindenki, Krasznodar Centerre, szállj le. Tudod, és így néztem a navit, és így nem ott volt, de hát itt van előttem a runway, hát biztos szar a navi vagy valami. Az. Szép, hülye francia szar. Továbbra is nem jó a alignmentjük, nem tudom miért. Akkor jet, ground jet is van, és rakja újat. Rakok CBU-9-et, azt kész. Runway tiszta. Jaj, csak megszerelik ground power-en? Nem, le kell állítanom mi. Ja, de legalább a rendszereket nem kell állítanom, csak a motort. Multiple
4-es plastikáron felszáll. Van a levegőbe gépünk? Az olyan van. Ugye? Én meg te is, ha? A white smoke az nyomonom éjszakra van, nem sokkal előtte. Nagyobb a közepére megy a GPU. Hát egy-egy Reaper, 4 perc, BRV. Ja, mégsem egy. Megbasztam. Missile launch. Tök fölötte voltam és nem szólt az RPR, csak szólt. Ez most ilyen új, hogy baszik az RVR működni. Ez nem az RVR, hanem a MAVS. Akkor én szerintem fölmegyek. Itt el tudjuk így bukni a mission-t, hogy lelövöldözik őket? Nem. Jön egy ground convoy, amúgy is ők szedik össze, csak akkor nem, tehát a Black Hawk-ok eltűnnek most. Így vagy úgy. Most például. 30 sek. Jöjjek föl, vagy egyenlőre nem kell? Hát van itt pár ember. Úton vagyok én is. Na, akkor egyenlőre itt a standby. 4-esnek 3 perc. Én is hiszem, mennyire lesz hatja, hogy egy darab GBU. Nem eléggé. Jó, ott van még éj rendesen. Broadcast-el XP-t, levitek? Nekem broadcast-el van, és éppen ledolgoztam, hogy broadcast-el van. Tehát például. Azt hiszem, hogy a medpedeket kiszedtem, úgyhogy akkor gáz. Ott még akad bőven Zoli, az én spimem. Tani. Jövök be Gunnal. 15 másodperc. Gunner.
térképen úgy néz ki, hogy ebből nagy csattanás lesz, mert hárman három irányból, de pont egy felemeltek, és egyszerre fogtok megérkezni. Breaking keletre. Kutter jobbra, Arclight balra, Kevin szemből. Igánat. Én nem látod többet, van mi? Van bizony. Most a speed létszi. Melyik is vagy te? A hármas, Zoli? Kettes? Kettes. Valaki meg 15-ös. Az én vagyok, tehát 15-ös vagyok. Baszki még mindig ott van. Na most felborult. Szép. Négyes waypointnál vagytok már? Nem. Hármas nem, és szép lassan, de elfogynak a célpontok. Na, szóval amikor nekem a Mirage alignol, ami az iPad-on látható position pontok vannak megadva, hanem a más koordináta van az iPad-en. Igen, igen, mert kell ilyen memory alignment, ha leszelsz. De én nem leszálltam. Tudottam. Akkor puty. Szép, szép. Ügyem. Hogy így mondja, hogy destroy all enemy forces. Na. Akkor mehetünk közé. Az a baj, hogy neki felvette szopóháca. Valószínűleg full új alignmentet kell csinálnom, hogy leállítottam, úgyhogy én azt elkezdem. Passza 8 perc. Többi átütés kérdezem, hogy leszálltok még, vagy megyünk egyből rá? Van. Igen, ezt akartam mondani, hogy nálam csomó minden van még, úgyhogy... Oké, akkor gurulok ki és szállok fel. Van három. A Krasznodárban. Egy csomó minden van nálam is még. Mi van Krasznodárban? Mehetek a pályára? Vagy forgalomban? Mehetsz. Én is onnan szálltam fel teli tankkal, meg teli fegyverekkel, úgyhogy nyugodtan odulj neki. Akkor Pashovskiról 27-es rendéljen.
osztottam speed. Van egy csomó egybe, van nálam két darab CPU. És arról északról is jön egy konvoj. Jobbra. Jobbról. Bizony. Te speedet azt hogy tudom kiválasztani? Tadon rámész, megjelölöd ezének, speednek, és akkor utána oda nézel hosszú China Headlong hosszúval előre. Én csak hogyha ott van a waypoint is, akkor automatikusan. Zoomolj bele. Tehát úgy tudod, hogy kiválasztod a tadot. Tadon, fogod, control. És kikapcsolod, van egy ilyen bemis control, és az OSB 1920, tehát a felső, tehát a bal oldali felső kettővel nonra állítod, majd visszavész a tadra. Igen. Vagy pedig úgy, hogy odonész a tadra, China Hat short forward-okkal átváltogatsz olyanra, hogy tudjál menni, és odonész a célponthoz, és rázumolsz. Látok egy nagy adótornyot, és amellett balra meg egy rakás. Azaz. A balra mellett a rakásra dobok egy cégül mindjárt. Illetve lófaszt, mert mindig előttem van. Pont a izé. Végvédelmekre vigyázzunk akkor, ha itt magasra is növődöznek. Ott lesz trela. Sok. Strella nem gond, csak nagyobb ne legyen. Strella is gond. Nem mind. Szóval nem kéne, hogy az legyen, de azért tud az lenni. Tehát az a jó, hogy a 4-10-esből én vagyok a leghátrébb. Mertok én is ott egy csomó célpontot, ezek a tankok azok nagyon szépen legyakhatóak a közepén. Igen, csak hát nem akarom elindítani a Maverick-eket, hogyha itt CBU action lesz. Maverick-ét tartalékod kell majd. Kint találtam egy szemet a éjszakra a nagy csoporttól. Mind a négy oldalt van Stan szem, és ők újra spawnolnak. Sokszor. Kontrasztot meg ilyesmit azt a... Hogy állítod a... 6G, a gain, kontraszt az ilyen 32-4. De akkor állítod a kontrasztot magát. Alul egy gombbal a alsó sarkában. Az MFCD gombjai között van egy mészkörbe, és rámadjuk, hogy contrast, brightness, display, illetve adjust. Közben... Igen. Osztottam az SPI-mat, az 3 darab silk a gyakja. Mit mondtál? Brightness contrast mennyi? Hát nálam a brightness az ilyen 36, a contrast az ilyen 32, és a saturation az 63. Szaturáció. Köszönöm. Úgy kicsit örülnék neki, hogyha nem dobálnád össze-vissza a speedet. Csak mert a TGP nem bírja követni. Észak és szemre indítok ugye Maverick-et. 10 mérföldön belül vagyok. Én dobálom a speedet. Nem te. Köszönöm.
Nem tudom megfogni Maverick-kel. Na most. Rifle. Szóljatok, ha valaki izé pikülözik, vagy ilyenek. Warning, autopilot. Radarállomás melletti nagy csoportot megdobom. És azt néztem ki. Te vagy közelebb tiéd. Lápiz cég, nem kaptak IHMC-s sisakot olyat? De igen. Hát a... Csak DC-ben nincs integrálva, BMS-ben van. Hát ez így igazítja. Itt egy mirás, szevasz. Pikül a nagy csoportra. Alé. Mit dobtál? 97-est. Szép. Na, hát én nem tudom milyen bugot találtam, de nem tudok újra elájnolni, kénytelen leszek visszaülni. Másik gépbe. És ez nagyon szomorú, mert lesz egy losszom. Szomorú lett volna, hogyha tényleg illőttek, mint engem. Indítgatás nem volt eddig? Ezt ide láttaláltam. Volt? Ja, hogy tőlük nem. Tőlük nem volt. Oké, okay, running in. Úgyhogy ami maradt a nagy csoportból, arra már is megy a izé, CBU. Még nem értem ezen. Ezt én is találtam. Rajtam van 4 lézeres bomba a mirázsom. Keringek, úgyhogy szóljatok, ha kell. Szép, de... Az igen. Hát az ott majdnem mindent kicsinált. Most még látok 3 étszél. Hirtelen. Már nem sokáig. Öt mérföldre vagyok, már számol vissza, ezért tudsz, hogy hogy megy a pikó. Azt nem értem, hogyha a GPU-nál beállítom az autolaze-t, és az autolaze time-ot is, akkor aztán miért nem kezd el tényleg lézelni, mert ott? Mert a becsapódástól számított vissza, számított 10 másodpercen belül kezdi el a lézt. Vagy hát amennyit pedig, állítasz neki annyit. Hát vagy hát amennyit, igen, amennyit állítasz neki. Csak egy low pass. Ez kevés lesz. Az önesnek a CB-juk, úgyhogy óvatosan. Indítás. Yes. Ja. Na most működik, 2 is. Látjátok, hogy kire? Rám. Igen, rám is talált. Nem. Ott is van, azért nem talált. Na én ezzel most, is basztam a paszt. Most találd be. Megint indítás. Teli egyre.
Ez csúnya volt. Remélem segítettem. Egyet láttam. Működött az indítás jelző. Igen, nekem is. Rákom. Winchester Maverick-ba. A másik nagy konvoj, akik érkeztek, azokkal mi zünk? Azok jól mennek, köszönjük szépen. Ott vannak még? És épp nem találom őket. 5 másodperc. Ság. Kicsit gyorsabban, mint gondoltam. Ó, vigyázzatok, jött egy tunguszkás menetoszlop. 3 tunguszka van a végén. Köszönöm. A tunguszkák priority célpont, úgyhogy aki látja, ne kímélje őket. Host to speak, akkor nem fogom kímélni. Na miért látom őket? Látnám, már támadnám. Osztottam a speed. Támadom a leghátsót. Akkor a fasság, hogy a felhőben nem látni egyáltalán a hadot. Mind a kettőre ment 3 Maverick. Kifordulok. Megmaradt középső csoportra, Piko. Ha GB-ukat rakok föl, fest nekem valaki, vagy indítás. Hozzuk belugát? Indítás. Pull up, pull up. Én testek, ha kell majd. Jó, nem csak, hogy heavy lesz légvédelemből, vagy csak pusztítsak belugálva, mint eddig. Hát heavy. Jó, mert hogy akkor, hogyha át kell mennem, hogy ti lássátok, hogy honnan lő, akkor GB-t viszek, mert elengedek egyet, max majd ezért célra tart valahogy. Ha festetek nekem. Pull up. Altitude. Oh, közös csoportnak Campo. Volt ott Estrella is. Van egy ugyanilyen csoport. Igen, hol? Pont az átellenes irányba, ahol az előző csoport volt. Megy egy CBU két tankra. Északra. Waypointtól. Mi a group ID-tok?
Ú, baszki. Látjátok, hogy honnan lő? Egyelőre nem. Én nagyjából igen. Kettő is van, két különböző helyen az erdőben. 270 fokra a nagy csoporttól, a legelső csoporttól. Kb. Na, a csöves légvédelmek mozognak itt CBU-val támadhatatlan. Killed Huna Forsight, az baj. Hát már balfasz voltam és lejöttem. Azt a nagy csoportot merre láttad? Hát a nagy csoport, ami füstöl. Tehát a nagy füst. Jó, annak már vége? Igen. Mm-hmm. 270 fokra volt az indítás. Kb. 270-re. Az a baj, hogy űre kell indítanom, de jó. Tehát, hogyha mész a V.4 felé, az ugye éjszakra van nagyjából. Ez a csoport kb. Dél-nyugatra van a toronytól. Ja, mert visszaszpávnolt a Strela. Erről beszéltem, igen, hogy visszaszpávnolnak. Amíg nem tudom hányszor visszaszpávnolnak, és utána lesz kész. Szóval, hogy háromszor. Mindegy. Jó, a nagy csoportot, amiben az izék vannak, Maverickkel megküldöm. Én a Strelát támadom. 20 másodperc. Rifle a Strelára. De a Strela az nem az a manpad, amit az erdőből indítottak. Az nem, az igla. Az igla volt. Az erdőnek az északi, meg a déli végén is volt egy-egy. Pedig hoztam GBU-31-et. Ha gondolod, lőd ki. Hát egy ártalé nem használ. Rifle. Mit lősz, bal? Rifle. Pull up. Azt a csoportot ott, amelyik halad. Van benne sírka meg tank. Bagetta egy-egy rolling. Van egy Strelát. Egy tank, egy sílka kint. Három Strela kiszúrva. Jó hangzik. Kb. Percek is ott vagyok, 3-4 perc max. 4.
Oké, szeretnéd bombázni a strelákat? Gázzsal? Hát most GB-t hoztam, hogy tudjátok, hogy mit, mire kell lőni. Mert elrepülök felettük ezerrel, és akkor... elengedek egyet, hát ha valami történik. Ez a nagy terv. ...37 mérföldem a levegőben vagyok. Festek neked egyet. Jó, hát ez még odébb van, meg kell sitrep, mert ugye nagyjából tudnom kell, hogy hova dobom. Sitrep, ugyan már. Ahova megyünk, ott nincs szükség sitrepre. Igen is. Minden, amit ő... Kurva sok minden van ott, baszki. Missile launch. Táj, de közel volt. Láttad még egy, a nyitást? Még egy, vigyázz! Van ott négy. Megint egy, ott ment el melletted. Ó, ez nagyon közel volt, hogy szóltál, köszi. Szar volt nézni. Mikor robbanás nélkül elment a te infrád által megjelölt pályát mögöttő, akkor megörültem. Megvan, ami indított, megyek rá Maverickkel. Már megvannak nekem, mindjárt indítom mind a négyre. Indítok, hogy gurulok. Ó, látom a nagyon sok füstöt most már. Krasnodar Center foglalt. Na, hova dobjam azt a GBU-t? Mennyi füst van ott? Három rifle. Ja, akkor egyelőre sehova. Keresek neked célt. Hoppá, úgy, hogy leszállva ültem ki spektatorba, nem kaptam meg az egy losszomat. Ez mekkora boldogság? Szervileg nem kéne spektatőzik loss legyen. Csinálok egy paszt akkor. Van égető föl. Igen. Azért a flare legyen rajta az újabb, mert szólunk, hogyha gáz van. Hoztam bele 177-et, úgyhogy... Festek neked. Jó, csak hát nem tudom még közel... Tehát mondjatok valamit, hogy a rádiótoronytól hova célozzak, tudod? A rádiótoronytól azt mondja, hogy mögé, észak. Oké, elengedjek egyet? Elengedtem. Jó, festem. Tehát ez homályra csapódott be, ahogy látom.
az lehet. Jó, mindjárt megfordulok. Bezzeg rám nem lőtt semmi. Ki vannak szedve? Jó, pedig direkt irányított dolgokat hoztam, hogy itt sok lesz a légvédelem, de nem baj, jó van, akkor majd csak örködök. Még mindig festem. Jó, hát még bőven visszafele fordulok szép lassan. Oké. Okay. Bocsánat, inkább nyugodt. Inkább nyugodt. Toronytól nyugatra vettem. Van két füstölő roncs. Ahol négy füst van egybe, oda valahol? Nem. Egy füstölő roncs van. És utána mellette még nyugodt, nem. Egy füstölő roncs van mellette rögtön, most mozog. Ó, meg látok egy adag mozgó célpontot, ötöt. Nem, azt keresem én is, mert azok silkák. Látszik, de jó, akkor azokra jó, Zoli, arra dobhatom? Én nem látom azokat. Ötös grup, az úgy shots per kb. A észak-nyugati oldalon. Sporolnak, szabad szemmel látni. Tizennégy mérföldre vagyok, tehát nem szabad szem az, ami van. Nyilván elvesztettem halapicsi. Ja, megvannak. Most értek be a tisztásra. Na, rájuk fogok dobni egyet, ha valaki tudja festeni. Tudna festeni, talán nem. Na mindegy, keressétek, én el fogom dobni, mert úgyis mindegy, hogyha már nincsen légvédelem. És elengedtem. Ezek messze vannak a középső rádió toronytól, vagy viszonylag közel? Most már azért viszonylag közelnek mondanám szerintem, bár most hirtelen nem látom őket megint. De és te fessetek valamit, mert eldobtam egyet. Hát az ott leesett megint. Közelükben esett valahol? Igen, egyébként egész jó volt, ja. Mi van? Miért akar szétesni a gép? Lőttek rád. Mert francia. Rám lőttek most. Láttátok honnan? Én nem. Késő. Csak az irány, de... Látom a konvojt. Dettó, meg vannak nekem is. Festeni. Jó, mindjárt megpróbálom kiszúrni megint a konvojt, jó? Megvan, megyek rá rájfüllel. Toronytól Dani neked éjszakra. Közel, ilyen pár száz méter. Ó, teli ott robbant, dobom rá a GBU-t. Egy ilyen, nem tudom, 20 szek kb. Dobok a konvoj elé egy CBU-t, szépen lassan belemennek. És dobtam, fessen valaki, ha tud. Festem. Most már kijárna nekem egy ilyen trekking, mert sose találok el ezzel semmit. Mert egy CBU a konvoj elé. Megint leesett homályra. Nem tudom, mi kéne ahhoz, hogy ez jó legyen. Néha jó, de nagyon ritkán.
konvojt elkaptam. Szép, ja. Az nem semmi találat volt. A torony felé van még egy konvoj. Nem várja ez a torony. Jó, megyek, hogy lópaszt. Valaki nézze, hogy lőnek-e rám tészerre. Pika. Van még amúgy ilyen utility vehicle? Azt, hogy ki kell lőni? Semmi nem senki. Lőrem. Hopp, egy hanger szétesett. Teljesen véletlenül. Pont most adta meg magát. Már nem látok célt. Ez esetben még egy lópassz. Pull up. No, van még két utility vehicle, azokat ki kell nyerni. Sátrakat, nem? Nem, azok nem öregre. Abban lesz a pilot 2. Hát most se lőtt rám semmi, pedig ennél alsóbban nem lehet nagyon menni. Pull up. Altitude. Az egyik utility vehicle megvan. Ott valami nagyon kigyulladt. Torony. Tény és való, hogy megkérdezte, hogy szabad szétlőni a tornya. Láttok még valamit? Csak egy starrá robbanul ősszel raktár, de amúgy semmit. Pull up. Van még egy raktár. Altitude. Na, még egy ilyen kell. Akkor meghalt a másik is. US forces, this is Victor 6-2, does anyone read me? Victor 6-2, Command 1 Actual, prepare for authentication, over. Go ahead. Victor 6-2, what was your first call? 97, Ford Mustang. That's affirmative, Victor 6-2, it's good to hear your voice, son. What's your status? I'm okay, but my right leg is smashed up. I see A-10s overhead and burned vehicles on the ground. I acquired an enemy radio and am transmitting out in the open.
22 is en route for pickup. Bugger down, stay out of sight. We got you, just stay calm, be ready to pop smoke. Call out any threats when you see them. Over. Roger that. I'm popping green smoke, I repeat, green smoke and taking cover. Move with purpose. Victor 6-2 out. Hawk Flight, Command 1 Actual. Positive contact and authentication with Victor 6-2 at waypoint 4. He is injured but stable. He'll be popping green smoke. Orbit the area, support Julia 2-2 as they ingress. Be advised, no further helo support until the AA is clear in the area. The Hawks we lost over waypoint 2 changed the whole game plan. Julia 2-2 will be moving in from the northwest. Command 1 Actual, out. Command 1, Juliet 2-2, roger that. Weapons 3, we got Hawks overhead. Let's bring our boy home. We're lock, cock, ready to rock. En route to waypoint 4, Juliet 2-2 out. Na kérem. Itt még lesz beszfónoló, izé? Itt van egy olyan rész, hogy van esélyre, hogy lesz. Tehát ilyen chance van, tehát az van a missionben, hogy itt dob egy számot, és ha bedobja, akkor lesz, ha nem, akkor nem. Okay, akkor on station. Igen, itt maradjuk on station, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Maradjak egy GBU-val on station, vagy takarodjak gyorsan valami értelmes fegyverrel? Ugyanez nálam, csak két GBU volt. Alapvetően, ha jól emlékszem, akkor maximum egy-két armored vehicle, meg ground troops, tehát így nem van benzod, akkor jó vagy. Benzinem van, csak most egy GBU-m van, meg ágyum. Genz, azt mondom, hogy genzod van, akkor jó. Ilyet kurva sok az a 150 gál, ami van ezen a szar, francia szaron, de jó, maradok. Bőven elég. És hol az a zöld füst? Most megy még csak oda. Már ideért a konvoj, most már mennek az úton. Ezek fölöttük. Mármint a waypoint 4-nél valahol, vagy 5-nél? 5. Akkor most már az IV-ket, az 5-ös nézzük, és waypointot. 5-ös waypointon megy a konvoj az úton délnek. És waypointnál van egy híd, és kezdődik egy út. Haladnak. Megállt éppen a konvoj. Ja, teli zöld füst a tizennél, hídnál. Ja. Ha valaki nem látná, figyeljen flare-t, pont fölötte vagyok. Én is szórom. Telli. Ne essen messzét a gépén, a faszon. És látom a csávót is, ott áll egyedül. A hídnál? Aha. Ja, meg egy A10-es megy át. Ez egy buk, mert akkor megmondtam neki a mission editorban, hogy szálljon be, de kurvára nem hajlandó. Azért, mert a konvoj ott volt. Igen, a konvoj elindult. Jó, a konvojt kell biztosítani. Konvoj itt a 4-es felé jön, vagy távolodik? Nem, az 5-östől délre, tehát az 5-östől délre van egy út. Igen, az út megvan, csak hogy azon merre halad a konvoj. Délfelé. Figyelj, dobok egy csomó flare felettük, jó? Itt körözök alacsonyan, éppen fölöttük. Hát a csomó flare-t? TGP vagyok bújva, úgyhogy nem a hidat látom még, ott meg van a zöld füst volt. A hídtól délre. Köves még az út lefelé. Mennek el. De jó, mert a híd vasúti híd, és én a vasútvonalat néztem baszki végig. Keresztben. Igen, a Humbik azok erről hídesek, jó vasúti vonal is nekem mennek.
Mégre látom. Ennek be ebbe a városba. Igen, öröm lesz nézni, amikor ledurrantanak minket, de mindenki baromi alacsonyan van. Az. A 3A10-et látok, azért decken. Akkor hard deck 12 000 van a misszióban. Úgy van, teszem is, hogy... Tök jó, csak egyszer lőttek le ideig. Azt sem. Két losz van elkönyvelve nálad, de lehet, hogy csak egyszer lőttek le, mert ez össze-vissza számol néha. Szerintem, hogy átlát, mire gépbe ült volt. Igen, mert nem tudom miért kiszálltam egyszer a gépből az elején, és lossznak számoltam rögtön. Valaki elég komolyan beszél a haddekkel. Hát lerakta a dekre. Ki volt az, aki ilyen alcsán ment? Én voltam. Többen is vannak el. Ja. Mint a szitakötők ott köröznek lenne az A10-ek, még szabad szemmel is látni. Tovább fognak menni ugye a betonúton végig. Innen csak ez végig a betonúton mennek. A kérdés az, hogy hol. Haza kell mennem, mert nagyon kevés üzem maradt. Milyen jól lettem? Erre van itt legközelebb irattél. Hármas waypont. Altitude. Betty beszól, mert alacsonyan vagyok. Erről beszéltem, hogy itt ebben a legutolsó ilyen rádió beszélgetésben még azt is hallhattad, ahogy zárt ezek elhúznak a szájász előtt, meg mit tudom én. És akkor ez is, ez a UAV, ami fölöttünk van, ez is az még ilyen Microsoft szám. Tehát így érzed a kontrasztot? Teljesen. És a várost... Várost kennelem a TGP-vel, de egyenlőre semmi. Mondjuk bármilyen nálam van hard maverick, meg 4 GB rúgón 38, de... És tele vagyok pakolva mindennel, úgyhogy... Van még 4500 gallon benzinem. Úgyhogy... Ja, hát 4000 még nekem is van. Jó, de neked virás mappa 4000. Ez nem ugyan. Hát nem csak ugye így most GBU szerelésre elhúztam a két szárny alatti tököt, úgyhogy annyi benyom van, hogy igazából folyathatnám.
Na, ugye a mirásban 4000 az nem olyan kevés arra az egy hajtóműre. Igen. Azt akartam, azon gondoltam, hogy mennyire reális az, hogy mondjuk alacsony magasságon kifújhatod a benzét, tehát konkrétan a emergency érzét azt ledobod, tehát hogy lefújhatod a benzét a földre, és azt meggyújtja valaki. Meg inkább sem ennyire, minek utána ezek az üzemanyagok ugye a sima berobbanás meg ez jelen védve vannak. Nem, tehát a tank. A gőze nem gyullad be. Nem a tank, hanem hogy ha, mert ugye van olyan, hogy emergency kinyomja a picsába a levegőbe. Igen. Igen. Hogy az be tudom lehet gyújtani. Hogy alapból ilyen... Tali. Városon kívül, belül? Városon kívül, Weizmann. Keresem valami River Crossing, aki látja az osszal az SPI-t. Kéne ebből a TGP-ből még valami baszott nagy zoom out, mert fél év ilyen közelről. Nem tudom, hogy a sniper jobb be ilyen szempontból. Gondolnám, hogy igen. Itt vagyok a... Tali. Ja, ott itt a TGP. Spi, tessék. Kösz. Ja, látom a smoke-ot. Utolsó GB út rádobhatom, valaki megfestem nekem egy ilyen 1 perc múlva. Az a baj, hogy kurva a deckem vagyok és nem is éppen távolodom, tehát így valaki más. Keresem még. ETA 1 perc kb. Mire én visszafordulok. Ja, ez csak gyalogosok. Dani, tudok neked festeni. Jó. 40-50 szeg. Pillanat még. Ja, tegyen is a seggem van felé, most fordulok vissza. Valamiért nem kapcsol be a lé... Tehát lecsónra valójában nyom a pin... Nem látsz rá. De hát... Mozognak a gyalogosok, vagy a füstnél vannak még? Vannak. Füstnél vannak még. Na, hát ha most nem talál el semmikor, én dobni fogom mindjárt 10 szek kb. Jó, te lézerezek. Lézerezek én is, lézerezek. Jó, lézerezek. És Pikő. Lézerezek. Buli van, lehet, hogy el. Megy a lézer, szólj, hogyha ezen akkor jövök le Gunnal. Telibe. Új, szép volt. Végre, szép. Végre. Na, szép. Akkor izé. Kezdődik a Gun Run. Hol up. Na és még 125 gunom van. Add nekik oda. Hát csak a füstöt tudom megszórni, mert nem látom. Bőven jó, tele van, bőven jó szórni. De jó, nézd ki, bassz meg. És még lő, akkor van, hogy oda. Gans. Jövök be én is. Hát 20 darab gunnér nem fordulok vissza, Winchester RTB. Van még ott valaki? Nem
negatív nem is lőnek vissza azik a jeepek. Ajaj, egy machnál szétesik a gép, hogyha fönn van ez a két oldaltök. Azt a kurva. Ez kurva jól nézett ki, bazznak ez a gárrán. Hallod, nekem van most... Mindenki lövi a pontot. Így most van olyan felvételem, ahol három különböző szögből lőnek a gárnak. Tehát kurva jól nézett ki a... Nem volt rossz, mert 490 lőszerem maradt két gánerán után. Nekem 500. Egy gunrun. Látjuk ki lazsát. Meddig tart még a mission, mert én is kezdek bingóra érni. 2 perc. Zsír. Inkább érjenek a következő hídig, és ott vége. Azt hiszem. Eljöttek ideig, és elfelejtették, hogy a pilótát meg ott hagyták a vasúti sínnél. Azaz. Nem ennek érte. Ő maradni akart. Jó, és akkor most ezt hivatalosan megfejtettem, hogy a leszállás segítő rendszer a Mirage-ba beleszámolja, hogy mekkora terheltségem van, és más ideális sebességet mutat. Ó, igen. Hát legalábbis így most nem 150-nel akar leszállítani, hanem inkább ilyen 160-165-tel. Baj is lett volna, ha nem kalkulált volna. Tehát a Mirage-nál is tonnákba mérhető a különbség. Bőven egy üres, meg egy viszonylag teli gép között, amivel még szabad leszállni. Mondom nekem, hogy végig kell kísérni őket a bázisig, mert...
Meg kellett lenni. Coalition forces, be advised. Oh, yes. Julia 2-2 with Victor 6-2 are safe and heading home. Good job, troops. It's been a hell of a fight. You are clear to RTB. Oh, and victory rolls are authorized over the field. Command 1 actual, out. Negative Ghost Rider, the pattern is full. Ez a zene hozzá, baszki? Igen. Az A csapat? Na. Hölgyeim. Okay, akkor én Krimskbe indultam haza. Én Krasnodar Centerre. És azt mondom, hogy hölgyeim, ez egy élmény volt. Nem volt szar. Lehet, hogy többet kéne repülnöm az A10-zel, hogy tudjam, hogy mi történik körülöttünk. Jön még valaki vissza Krimskbe? Én megyek, felszállok még egyszer. Krimskbe tartok. 650 fonttal állítottam le a gépet. A végén már vonnyított, hogy nem elég jó a fuel flow. Köszönjük. 5000 lábon vagy? Való. Én 16 000-en. Ennek a Mirage-nak. Sose volt rossz. Nem, ez egy csinálja. Én annyi? Úgy, tudom, de egyébként. Ha nem tudnám, akkor is tudnám. Buddy. Nem mond. De mondom. Ki akartam próbálni a rakétpodokat, most fölraktam, nem tudom, 140 rakétát, azt meg elszórom, nehogy me. Tehát levegő, levegő, vagy mi? Nem, a buta rakéta. Igen, de hogy levegő, levegő szorod el. Ja, azért az érdekes lenne, nem inkább, hogy kinézek hallad valami jó városrészt. Az angó raktár, amit fölrobbantottál, még mindig robbant. Hogy micsoda? Tehát amit a Carter-nek kidobta rá a bombát az ambó raktárra, ott a toronyra. Tenkri. Még mindig robbantad. Innen látom azon. Na, a Radio Tower-ös bunkert próbáltam felrobbantani, de két GBU és három Maverick után feladtam. A Maverick a szart se csinál neki, és kell neki minimum 3 darab 31-es. Ez volt az, amit az egyik dolog volt az, amit a fórumon azt mondták, hogy gyerekek, ezt nem áll. Mert hogy azért ez kurosok. Ez elég menő. Nem csináltam még ezért rakétagat vele? Nem, rakétát még nem dobtam ezzel a szarra. Kurva jó. Meg tudod csinálni a Mirage-zsal ugyanazt, amit az A10-zel. Egyszerűen összesült kilövön. Ja, most csak 4-esével lőttem, de így is elég szépet szól. Ja. Balú, felzárkozzuk rá, és akkor leszálltunk együtt. Oké, gyere, visszavettem a gáz, 17 000-en vagyok. Mögötted vagyok egy 3 mérfölddel, 4 mérfölddel. Behúztam a gázt alapra.
ilyen épp, hogy levegőben maradó 180 csomóval fogok lapfogni, jó? Oké, és jövök. Igazából bejössz, azt kezdhetünk is süllyedni. Hókat egy. Vannak Krasznodára. Annyira szeretném végre látni egy BMS ATC-jét DCS-ben. Márhogy? Meg kibaszott jó. BMS-ben az ATC? ATC. Ja, ATC. Ah, igen, az egész más életritmus lenne. Jó estét kívánok a Nem Alvók Társaságának. Azt mondom, hogy a BMS-ben az ATC az inkább egy hibátlan kategória. Nem, nem az egész más, hanem hibátlan. Milyen pályérányt használunk le szálláskor most Grimmsken? 22-es. Jó, akkor kemény, hogy felzárkoztál. Yeah. Rövöm ki a robotot. És akkor kezdünk is süllyedni. Ez innen már meredek lesz, szóval menjünk egy kört. Én viszont megköszönöm, úgyhogy jó volt. Majd legközelebb. Talán még jobb lesz részemről, de ja, köszönöm a röppenést, aztán jó cokat. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Mert a tippem nem volt pontos, mert én 11 mondtam, fél 12 lett végül. Ne legyen nagyobb bajunk. Attól szerelek egy kakaót, hogy neked kényelmesebb legyen. Bazd meg, leszállásban szétbúrantottam a gumikat. Mit csinálsz? Leszállásban szétbúrantottam az ATC gumijait. Jó, akkor menj el a betonról, mert jövök. Fordok egy kicsit balost. Oké, és követlek. Nincs jövök sehol. Sohasem voltam sehol. Jó, én gáz. Olyan kötelékes alap. És nyitok egy törzsféklapot, és 15 fokos bólintással megyek le most. Hawk 6-1, taxit parking area, Hawk 6-1, taxit parking area. Mondjuk az is lehet, hogy ezt még közénye felszállást nem basztom szét. Ami? Én is zárkózom ez a kötelékhez. Ha most lenne a külső néző a misszióban, akkor látszanál valami nagyobb furcsa. Nem mindjárt odagurulok, azt megnézem a nagyon furcsát, ha nem esek most le. Nem, már vége van. Azt mondom, gyerekek, hogy szarok én a 22-es irányra, hogy bejövünk Dálmindra, és akkor egy balfordulóból lejövünk a 4-esre, amit szóltok. Mi menjünk körbe? Hát bízzuk. Te mennyire vagy nekünk? Én itt vagyok már. Na akkor bejövünk innen a 4-esre, csak egy kicsit kimegyek jobbra, most kezdem a jobbost. Hogy csináljunk egy break-et? Lekarcoltam a hajtóművet. Na jó. Aha, csinálhatunk, abban benne vagyok még. Bono, kötelék vagy break? Ahogy, amit szeretnétek. Voltosan itt a kalimpálózással. Én köszönöm szépen a részkételt. Én is léptem ki, köszi srácok, nagyon jó volt ez most. Nagyon faszom volt, ez kellett. Köszi. Köszönjük. Sziasztok. Csináljunk.